Minden feladat nehéz. Ez egy különlegesen nehéz feladat, mert a fejem tele van a Jancsó Benedekkel, tekintve, hogy egy újabb kötet készül, aminek a szerkesztését, írását én vállaltam. Ha én ezt mind elmondanám, hogy a fejemben van, akkor azt hiszem, hogy reggelig kellene együtt lennünk, viszont ezt nyilvánvaló önök se kívánják. Elmondanám röviden, hogy amikor megkerestek barátaim a Jancsó Alapítványtól, nagyon keveset tudtam Jancsó Benedekről. Én tudtam annyit, amennyit a lexikonból illik tudni, és nagyon szégyeltem magam egy darabig. Aztán ez a szégyen valahol megváltozott, mert közben rájöttem, hogy nem az én szégyenem, hanem a magyar pedagógiának a szégyene, vagy a magyar neveléstörténet írásnak a szégyene, hogy nem foglalkoztunk évtizedeken keresztül Jancsó Benedekkel. Beleástam magam a felkérés alapján egy tanulmánynak az írásába, megismertem és beleszerettem. A haza, a népszeretet, a jövőtudata, éles látása, gyerekszeretet, pedagógiai gondolkodása, oktatáspolitikai nézetei mind-mind csodálatos élményt jelentettek. Beleszerettem, de mint az érzelmekről nem illik túl hosszan beszélni, nagyon rövid leszek, és csak egy vagy két gondolatot emelnék ki ennek a nagyszerű embernek az életművére. Azt kell mindig hozzátennem, bármit mondok róla, hogy amit Benedek mondott, az több mint egy évszázaddal ezelőtt mondta. Tehát igazából az ő legnagyszerűbb gondolatai pedagógiai szempontból a 19. század végén születtek. Akkor beszélt már a szellemi túlterhelésnek a veszélyeiről. Beszélt a temérdek ismereteknek a veszélyeiről. Beszélt a tanulók kábító szerezéséről. Tehát tessék mindig hozzátenni, hogy több mint 100 éve korábban vagyunk. A hazai gyermektanulmányozás előtt, a gyermektanulmányozás talán nem pedagógusok számára kevésbé ismert, az 1905-8 között években indult el, az akkor kibontakozó pszichológia tudománynak a farvizébe. Ő ezt majdnem, hogy megelőzve egész oktatás politikai koncepciója, egész pedagógiai szemlélete a pszichológiára épült. Nem hivatkozik tudományos művekre, de tudjuk, hogy ismerte a francia pszichológiának minden addig elért eredményeit. Beszélt az életkori sajátosságokról. Ebben többen mondom, amennyiben nem pedagógusok, ugye ez nem volt divatba ez a kifejezés. Vidám gyermekkorról beszélt. Beszélt a túlterelésnek veszélyéről. És egy olyan középiskolai koncepciót állított föl könyvében, ami aztán megjelent először a folyóiratban, aztán később könyvében, amelyik egy teljesen korszerű oktatás politikai nézeteket tükrözött. Ha megjelentetnénk ma ezt a sorozatot, nem tüntette föl az évszámot, hogy ezt mikor írta, akkor ezt valamennyien úgy olvasnánk, mint egy abszolút korszerű, 21. században is hasznosítható munkát. Inkább a humor kedvében, nem a legfontosabb, inkább a lazaság kedvében, tehát nem akarok belemenni az oktatás politikának különböző részelemébe. Az egyik könyvében ír a testi nevelésről, a sportról, a játékról. És ebben az egész Benedek személyisége benne van. Azt mondja, hogy az ifjú generációnak tömérdek ismeretet kell elsajátítani, mondja 1890-es évek végén, hogy az élet nagy küzdelmeiben helyét kellőképpen megállhassa. Azt mondja, hogy az ifjúság a morfium befecskendezésével próbálja megoldani a problémáit. Azt mondja, hogy a sportnál a fontosabb a játék, a könnyedség. Harcol a német kemény sportszellem ellen, és helyette az angol játékosságot helyezi előtérbe. Azt mondja, a GPS rendszerességet, amely nem felel meg a magyar ifjú vérmérsékletének, el kell felejteni, és helyette a játékot kell előbb. Tudom, hogy ezek mind olyan részletkérdések, amikor önök egyébként talán távol esik a gondolatoktól, de mégis azért szeretném ezeket elmondani, mert
utal Jancsónak arra hihetetlen rugalmassága, frissességére, amit itt előtt utaltál. Egy apró kis sztori, amikor egyszer egy értekezett szünetében Molnár Aladár történésszel beszélgetnék, és Molnár Aladár történész panaszkodik, hogy nagyon fáradt. Herman Otto erre azt mondja, hogy ha elfáradtam, idézi Jancsó, akkor a tudományban akkor üdülést keresek a politikában. Hát ezt nem tudom, hogy tette, de akkor neki valamilyen módon sikerült. Nem ülök mindig az íróasztalom mellett, hanem néha odaülök a másik asztal mellé, és ahol jó barátok poharat emelve áldoznak a barátság istenének. Köszönöm szépen.